Két részletben újul meg az extrém pálya a Bregyóban. Az első ütemben új elemeket kapott a létesítmény, valamint a régieket teljes egészében elbontatták, ugyanis azok már elhasználódtak az évek alatt. Elhelyeztek most egy nagy és egy döntött vertfalat, valamint egy vulkánt is. Ezek időtállóbb és sokkal strapabíróbb anyagokból készültek, ezek az új elemek és minden szabványnak megfelelnek. Fontos, hogy ugyan még nincsen kész a pálya, de a minősítéssel már rendelkezik. Ezért is döntöttünk úgy, hogy a freestyle rajongók ne maradjanak pálya nélkül egész nyáron, amíg elkezdődik a következő ütem, ami szeptember közepére tehető, addig az eddig elkészült elemeket gyakorlatilag már próbálgathatják, ki lehet vele ismerkedni, lehet gyakorolgatni. Az első négy elemet saját finanszírozásból, a további négyet pedig pályázati forrásból építik meg, összesen több mint 60 millió forintból. Keresztes Gábor elmondta, hogy minden sportoló megtalálja majd a számításait a pályán, lesz lehetőségük gyakorolni, fejlődni. Az a lényeg, hogy minden egyes extrém sportoló megtalálja benne majd a neki megfelelő elemeket, továbbá ez a nagy fal nevű vagy falszerű elem is ki lesz még bővítve egyel mellé állítva, és fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy ezeket úgy tervezték meg, hogy a helyi közösséggel, tehát a kerékpáros, rolleres és egyéb extrém sportoló közösséggel egyeztettünk az igényeikről, majd a kivitelező is többször egyeztetett velük, aki egyébként közbeszerzés útja nyerte a kivitelezést, és ezért gyakorlatilag egy szakmai és sportbaráti szempontból megfelelő pályát tudunk építeni. A munkálatok szeptember közepére fejeződnek be teljesen, addig is az építés és minősítés idejére türelmet kérnek a szakemberek. A Bregyó megújult skate parkját bárki ingyenesen használhatja majd a hét minden napján.